Üdvözlünk mindenkit, ez a második, harmadik AVP podcast. Itt van Botos Imre, vagy Rezi, Resi, akármi. Sziasztok! És én VB. Első részben különböző predátorvadász szervezetekkel fogunk foglalkozni, utána pedig Rezi fog igazából csak beszélni különböző AVP-s hírekről. Mielőtt még belekezdenénk a podcastbe, Imi? Videóban vétettem egy hibát. Az OVL-nél lesz majd egy olyan hiba, hogy a Razor, Bad Bloods és a Ragadozó 2-es karaktert összemostam. Most a Razorban egy blondi nevű alak tűnik fel, ő később feltűnik a Bad Bloods képregényben, mint Cloud akárki. Őt összemostam a Ragadozó 2-es Peter Keys ügynökkel. Szóval itt nagyot hibáztam én. Tehát a Razorban és a Bad Blood képregényben nem az OVL, hanem a CIA. Ez lenni a közlemény. És akkor lelövöm a megfejtést, amit kérdezett AVP Univerzum Facebook oldalán. Tömjén! A szervezetek, amikről beszélni fogunk, az OVLF, Spearhead, a Borgia Industries és Gideon Sunley, illetve pár kisebb szerveződés. Úgyhogy akkor első az OVLF. Az OVLF, az Otherworld Lifeform Task Force, ez egy korábban fizetett, finanszírozott, titkos high-tech szervezet. Ez 1987-ben a Ragadozó című film után alapult nem sokkal. Ugyebár Alan Dutch Schaefer elintézett egy Predatort, az amerikai kormány pedig így tudomást szerzett róla. Magának a szervezetnek a célja kezdetben az volt, hogy a predátorokat így kiismerjük. Emett célból felkutatták Valverde dzsungelét. Ugyan technológiát nem találtak egy dekát se, de mondjuk csillagtérképet, predátor élelmiszert azt találtak. Ezekből így kikövetkeztették, hogy mit szoktak csinálni a ragadozók, mik a szokások, illetve számtalanszor kihallgatták Schaefert. A szervezetnek a legfőbb feje az amerikai elnök, alatta van pár ismeretlen fejes, illetve Homer Phillips tábornok. Phillips tábornok a Ragadozó című filmben feltűnik, ő adja a küldetés Schaeferiknek. A tábornok bár nyugállományban van, de hivatalosan az OVLF-nek a... Ja, én kontákodtam bele. Nincs technológia, de van csillagtérkép. Hogyan? Ne kérdezd, a Beton Dzsungel című könyvben említik ezt. Szóval, de akkor legfeljebb csak kétdimenziós csillagtérképet találhatnak, de az univerzum az háromdimenziós, a galaxisunk is háromdimenziós. Az OVLF-et hivatalosan az amerikai elnök vezeti, de persze igazából egy csapat ismeretlen háttérben ügyködő fejes. Illetve a katonai, vagyis ilyen predátorvadász tevékenységeket Homer Phillips tábornok irányítja. Ő a Ragadozó című filmben tűnik fel először, mint Schaefernek a küldetésadója. Nos, miután rengetegszer kihallgatták Schaefert, meg úgy, ahogy tudják, hogy mire képesek a ragadozók, egészen 1989 nyaráig kellett váratni arra, hogy a ragadozók újra a földre térjenek. Ekkor az OVLF-et még mindig Phillips tábornok irányítja. A feladata az, hogy a ragadozókat hagyja New York City-ben vadászgatni, mert úgy gondolják, hogy nem szabad felbosszantani a ragadozókat, mert bosszúból talán kiirthatják az emberiséget. Tehát azt az elvet követik, hogy inkább pusztuljon el pálcozott bűnöző rendőr ember, mint hogy inkább az egész emberiség. Azonban Alan Dutch Schaefernek van egy öccse, bátyja. Nem tudom, itt a könyv cserélgeti, hogy melyik. Nem bátyja. Mert a te, illetve én adott bázisomban is azt hiszem, mint bátyja szerepel. Lehet, hogy a bátyom, már nem emlékszek, hogy melyik is a pontos. Többször nevezik bátyjának, mint öcsének. Tényleg nem ikel testvérek? Mert akkor így talán... Szóval Schaefer nyomozó nem azon a véleményen van, hogy hagyni kell a predátorokat, ő azt mondja, hogy igenis menjünk nekik, írtsuk ki az összeset. Nos, az OVLF a New York incidens alatt bevonta az FBI-t, hogy takarítson el minden nyomot. Tehát a
lefejezett, megnyúzott hullákat, azokat így eltüntették, a harcok helyeit lezárták. Később az OVLF úgy gondolta, hogy Schaefer az nagy gondot jelentett, mert nem engedhetik csak úgy szabadon kószálni, mert előbb-utóbb neki megy a ragadozóknak. Ez így is történt, Schaefer Valverde dzsungelébe utazott, ahol megküzdött egy ragadozóval. Ő sokáig azt hitte, hogy megölte, de nem, erről majd később lesz szó. Az OVLF megtudja, hogy Schaefer a dzsungelben van, ezért Homer Phillips személyesen megy ki érte, még épp idejében, mert négy ragadozó már a nyomában volt. Schaefer visszahozták New York Citybe. A terv az lett volna, hogy átadják a ragadozóknak, illetve az volt a cél, hogy átadják a Predator testét is, mint egy fajta baráti gesztus a béke jeleként. Persze az OVLF az kutakodott volna, elemezte volna a Predator technológiát. Emel küldetése négy embert küldtek ki, illetve két pilótát egy helikopterben. Sajnos nem sikerült megszerezni a ragadozónak a testét, mert ott is volt néhány Predator. A végeredmény nem kell mondani. Egy lezuhant helikopter és hat meghalt ember. Visszatérve New Yorkba. Schaefer egymaga kiszabadul, és nyomozótársával, Rés nyomozóval, szövetkezve egy bandával, cirka 10-15 ilyen nehézfegyveres gyilkossal kell számolnunk itt. Nyílt utcára vitték a emberek és predátorok közti háborút. Ekkor Homer Phillips más belátásra tért, úgy gondolja, hogy Schaefernek igaza van. Attól, hogy pár predátort még megöljünk, még nem lesz semmi gond, nem fogják ledozorolni a földünket. A nyílt háborúban, ami New York utcáin folyt, becsatlakozott a rendőrség, és később Phillips tábornok is, néhány apacs helikopterrel és úgy egy szakasznyi katonával. Sajnos nem tudjuk meg, hogy mennyire lettek volna nagyok a veszteségek az emberek oldalán, illetve az OVLF oldalán, mert elerett az eső, illetve a vadász idejének is vége lett. A harc során az OVLF nem veszett egyetlen egy embert se, a bűnözők és rendőrök már annál inkább, illetve 3-4 ragadozó életét vesztette. Sajnos technológiát nem sikerült szerezni, mert a ragadozók mindent elvittek, illetve az egész incidenst, mármint az, hogy nyílt utcán ilyen kisebb háború folyt le, az OVLF repülőgép balesetnek tusolt el. Az persze már más kérdés, hogy az emberiség mennyire reszeladált, hogy tényleg több száz civil volt, aki látta az egészet, mégis bekajálták, hogy igen, lezuhant egy repülőgép. Nos, a következő feltűnés az OVLF-nek cirka fél évvel később lesz, 1990 márciusában. Ekkor Homer Phillips-et a titkos fejesek félreültítik, szó szerint, mert kirúgni nem rúghatják, mert félnek attól, hogy még kitálalna a sajtónak. Az a lényeg, hogy Phillips-et hibáztatják, amiért egy Deca Predator technológiát nem sikerült szerezni, illetve majdnem kitudódott a ragadozóknak a létezése. Az OVLF élére egy szintén nyugállományú tábornok kerül, Emory Mavis. Nos, ő észleli, hogy 1990 márciusában valami lezuhant Szibériában. A CIA útján, illetve néhány katonai hírszerző útján megtudja, hogy igen, egy Predator hajó van ott, ami lezuhant. A feladat adott. Meg kell szerezni a Predator hajót, vagy legalábbis meggátolni az oroszokat abban, hogy ugyanezt tegyék. Homer Phillips tábornok ekkor visszakerül. Úgy, mint a fél tucat katonának a vezére, akit átdobnak Szibériába. Nos, az OVLF készült arra, hogy újra visszatérnek a ragadozók. A hadseregből kiválasztottak elit katonákat, akiket megtanítottak egy-egy nyelvre, ahol a predátorok legvalószínűbben visszatérnének, tehát ilyen arab nyelvek, afrikai nyelvek. Azonban ugyebár oroszul senki se tud. Nos, az OVLF fél tucat katonát, illetve magát, Schaefert is átdobják Phillips tábornok élén. Nos, Schaefer az nem a saját beleegyezésével van itt, ugyanis az OVLF ügynökei elrabolták őt. Cirka 8 embert B2-es lopakodó gépet dobják át Szibériába, azonban nem mondhatni bal szerencséri a szervezetet, ugyanis predátorokkal nem ütköznek meg, ellenben a kiküldött orosz katonákkal igen. Azt tudni kell, hogy az OVLF embereit speciális jégben, hóban, remekül működő termáruhában, illetve fegyverekkel dobták át, azonban a szibériai hidegben ez csütörtököt mondott. Tehát örömmel az ürömben, hogy nem a predátorokkal szemben történt ez, hanem az oroszokkal szemben.
Mármint a termáruha az működött, Igen, csak de az... folyadék volt benne, ami folyamatosan keringett az öltözékbe. Csak hogyha kilóg a ruha, az kifolyik, aztán onnantól meg már nincs haszna. Nem, megfogyott a hűtőegység. He, én nem emlékszem. Pedig benne van a könyvben, illetve a képregényben. Ott a hűtőanyag, vagy na, melegítőanyag megfagyott. Aztán szétrepedezett a ruha. Tehát bírja a ruha a hideget, csak nem az ilyen szibériai hidegeket. Hát akkor rosszul emlékszem. Amúgy te, mint katonai szakértő, hasonló van a valóságban, vagy van-e fejlesztésre? Szem 19D-nek hívják. Nem tudom. Hegyi vadász ruha? Van valami hasonló? Nos, folytatva akkor. Ugyan az OVLF nem ért el sikereket. Igazából kétszer is fogságba kerültek. De végül sikerült aztán elérni a lezuhant Predator hajót. Pontosan egy időben egy orosz szakaszon. Az oroszok persze maguknak követelték az egész hajót, miközben az amerikaiak meg maguknak. Már ilyen harmadik világháború volt. A sajtóban ugyebár azt tudták le, hogy az oroszok atombombákat visznek Szibériába, az OVLF pedig azért van ott, hogy ezt kiderítse. Persze ez nem hivatalos. Igazából persze a Predator hajó miatt vannak ott. Nos, ezt a status quo-t Ligacheva hadnagy oldja fel. Ő nem totojázik, fog egy C4-jel telerakott táskát, berúgja a Predator hajóba, amit csapatokra robban. Így se az oroszok, se az amerikaiak nem kapták meg. Az egész esetet az orosz ENSZ nagykövet tusolja el, miszerint jobb lenne, hogyha ez az egész titokban maradna, mert az emberiség nem tudhatja meg, hogy majdnem harmadik világháború tört ki egy olyan faj miatt, ami emberekre vadászik. A bevetés alatt az OVLF egyetlen egy ember se vesztette, maximum kisebb-nagyobb sérülések lehettek, de emberélet nem folyta. Ellenben az oroszok veszteségei azért nagyok. Egy egész olajfúró torony ment rá, illetve egy szakasznyi orosz. Ezután az eset után úgy tűnik, hogy Emory Mavis tábornokat leváltották, és újra a Phillips tábornok került az érre. Ezután az OVLF a következő években már nagyobb akciókban nem vesz részt. Beszéljünk itt most a felépítésekről, mert ezt így az elején kihagytam. Az OVLF két részre tagolható. Vannak a elit katonák, akik az amerikai hadseregből kerülnek elő. Őket arra képezik, hogy harcoljanak a predátorokkal itt. Elmondják nekik, hogy mire számítsanak, hogyan kellene harcolni velük, illetve néha napján célvészetet tartanak kartonpapírból kivágott predátorokra. Az OVLF másik része az ügynökökből áll. Ők azok, akik így figyelik a különböző országoknak a bejegyzését, hogy igen, itt lefejezett embereket találtunk. Igen, ott kitéptek egy-egy gerincet. Mielőtt az OVLF kivonulna a terepre, előtte masszív kutatás előzi meg az egészet, miszerint, hogy igen, nem kocsa, tényleg predátorok vannak-e ott. Folytatva az OVLF-nek a történetét. A következő bevetés szintén 1990-ben történik, pár hónappal a szibériai eset után. A helyszín Amerika, Tucson állam. Tucson? Igen, Tucson állam. Itt egy Blondi nevű ügynök tevékenykedik egy mobil csapattal. Ez a mobil csapat olyan emberekből áll, akik találkoztak predátorokkal, de nem feltétlen tudják azt, hogy igen, tényleg azok. Ezek olyan emberek, akik azt gondolják, hogy egy-egy veszett állattal van dolguk, vagy gyilkossal. Nem feltétlen tudják, hogy ragadozókkal. Nos, Blondi ügynök néhány társával sikeresen felszámol egy predátort egy amerikai börtönben, illetve Blondi meg is ígéri, hogy a legközelebbi alkalommal személyesen fog velük harcolni. No, de ki is ez a Blondi ügynök? Illetve Peter Keyes, mert ez az alak ugyanaz, mint a ragadozó kettőben látható ember. Azonban Peter Keyes nem az igazi neve ennek az embernek, hanem Claude Loudermill. Eredetileg CIA ügynök volt. Ő 1993-ban tér vissza, szintén Amerikában, amikor egy erdős területen egy rossz vér szabadul rá a világra. Itt most bár nem az OVLF a főnök, hanem Claude Loudermill, aki cirka 40-50 CIA-s emberrel, illetve egy helikopterrel és egy apacs támadó helikopterrel megy rá a rossz vérre.
Nos, az egész akció félre sikerül. A CIA hatalmas veszteségeket könyvelhet el magának. Nem feltétlenül a Predator miatt, hanem négy egykori CIA ügynök is belekavart az egészbe, akik szintén a Predátort akarták megölni. Rajtuk kívül még akadt egy Predator az egész erdőségben. Egy mondhatni ilyen rendfenntartó rendőr, aki a rossz ér után jött. Nos, a CIA-t, mint mondtam, komoly veszteségeket szenvedett el. Cirka 40-50 ember esett el a két helikopter együtt. Miközben a másik renegát CIA alakulat 3-4 főt vesztette. Szerencsére a rossz ér sikerült felszámolni, ahogy a másik Predátort is, azonban technológiát megint nem sikerült találni. Az OVLF legközelebb 1997. októberében kerül megint színre. Ekkor Valverde dzsungelében történik valami. A 89 nyarán megölt Predátor, akit Schaefer nyomozó ölt meg, úgy tűnik, mégsem halott. Ő rossz éré vált, és mindenkinek neki ment. Több mindez, hogy védtelen, fegyveres, mindenkit könnyörtelenül lemészárul. Az OVLF 4 civilt küld ki. Legalábbis úgy tűnik, hogy civilek, valójában jól képzett ügynökök. Azért civilben vannak, hogy így elkerüljék a politikai vitát, hogy fegyvereseket küldtek oda be. Nos, talán működött is volna ez a behatoló csoport a Predator ellen, hogyha nem lett volna egy rossz ér. Nos, a rossz érről, hát mondani azt kell, na, a rossz érről azt kell tudni, hogy egyfajta bűnözők. Tehát nekik nincs ilyen morális kódexük, ők mindent lemészárulnak. Ők a jautja fajnak így a számkivetetjei, bűnözői, útonállói, hogyha tetszik. Őket a többi Predator szintén vadász. Nos, utána hát négy... azért ennyi nem volt elég. Hát a rossz vélekből ugye van, hogy egyedül van a rossz vé, aztán úgy rosszalkodik, és aztán ott vannak akik a klánba. Ott a Killers klán és a Super Predator klán. A Super Predatorokat láthattuk a Predatorsban, ők genetikailag tuningolják magukat, ez ugyebár tilos a Predatoroknál, ezért rossz vé klán. Killers klán pedig azon felül, hogy ok nélkül ledózzeol emberi kolóniákat, és ez idegeneket is használ, ők nem vadásznak, hanem háborúznak. Nyíltan neki mennek értelmes fajoknak is valószínűleg, legalábbis 2009-ben azt hiszem Dél-Afrikába. Igen. Ott, hát figyelembe véve, hogy nincsenek hajfonataik, meg elég nyüzügék, a ifjoncokat uszították rá a városra, illetve a rendfenntartó erőkre. Nem rendfenntartók voltak, hanem zsoldos egység. De rendfenntartás volt a céljuk, nem? Küzdeni az ottani ilyen gerilla csoporttal? Hát akkor végül is igen. Fényes nappal a nyílt utcán ott randalíroztak a városban. Tehát több szempontból is megszegik a Predátorok szabályait. Köszönöm, konkrétan sose lett pontosítva, hogy miért is rossz vélek a killerszek. Azt leszámítva, hogy össze-vissza öldökölnek mindenkit. Nos, akkor folytatva az OVLF történetét. Ugyebár mondtam, hogy négy civil ügynököt lemészárolt a ragadozó. Nos, mivel ők befűröttek, ezért már a OVLF nem lacapacázott, hanem katonákat küldött ki. Egy tankot és 10 katonát egy százados élén. Nos, a ragadozó őket is bezúzta. Ezután az OVLF úgy gondolta, hogy robotot használ. Egy 60 millió dolláros robotot küld ki, azonban a robot is befutson. Nos, miután ennyi kudarc megtörtént, az OVLF feje Philips tábornok gondolkozott, hogy vajon mi lehetne jó. Ekkor jutott eszébe Schaefer nyomozó, ahol egy sereg nem tud sikert aratni, ott Schaefer biztosan. A cél itt most az, hogy a Predátornak a technológiát megszerezzék, tehát lehetőleg ne sérüljön a ragadozó, mert akkor sérülne a technológia is. Bár Philips ezzel nem értene egyet, mert ő atomot dobatna az egész dzsungelre, de a fejesei más belátáson vannak, nekik kell a technológia. Emiatt áldozták be a katonákat, illetve a ügynököket. Schaefert úgy sikerül rávenni az egész akcióra, hogy egy ügynököt kiadnak bűnözőnek, aki ismerte Dutchot, és ott volt, amikor kidobták őt 1987-ben a Ragadozó cím film után. Tehát beadják neki azt a csalit, hogy igen, tudja, hol van Dutch, és el tudja őt vezetni. Schaefernek nem is kell más, egyenesen oda megy Valverdébe. Itt a helyi kormányzó, a helyi rezsim, az szintén az OVLF kezébe van. Hát mondhatni, hogy zsarolás útján, mert megzsarolták őt, hogyha nem küldi Schaefert egyenesen a dzsungelbe a ragadozóhoz, akkor bizony a országának befelegzett, nem fognak az amerikaiak velük kereskedni.
Ebben az lett volna, hogy a ragadozó teste éppen kerül elő. Schaefer azonban tett róla, hogy a helyén egy hatalmas kráter maradjon. Tehát se test, se technológia. Azonban ami még fontosabb, Schaefernek betelt a pohár és neki ment az Amerikában lévő, éppen golfozó Phillips tábornoknak és pisztoly szegezett a fejéhez, miszerint mondja meg, hogy hol van az öccse, vagy bátyja. Szóval hol van Dutch? Nos, ezután bár nincsen a művekben lefektetve, de ez ki lehet így következtetni, hogy a tábornok kipakolt, hogy hol van Dutch. Schaefer pedig kiszabadította őt, ugyebár a Ragadozó 2 címben, Ragadozó 2 című filmben elhangzik az, hogy Dutch megszökött. Ebből lehet sejteni, hogy Schaefer, vagyis a öccse segített neki. Nos, folytatva egy kicsit a Schaefer páros útját. A 2008-ban játszódó Vadászok szigetében említve van egy Onyx nevű ember. Nos, bár nem írják le, de szinte a hülye is kitalálja, hogy ez Schaefer. Nos, ő úgy tűnik, hogy felcsapottam olyan szabadúszónak, aki, hogyha jól megfizeted, akkor megmondja, hogy mit kell tudni a ragadozókról, és még ad is neked néhány cuccot, természetesen nem ingyen. Nos, a 2008-ban történt Vadászok szigete könyvben aztán John Gustat felkereste, és hasznos dolgokat kapott tőle, amivel sikeresen likvidált egy ragadozót, visszatérve az OVLF-re. Nos, miután Schaefer elkapta Phillips-et, úgy tűnik, hogy Phillips nem került elő élve, vagy legalábbis leváltották, mert többször nem kerül elő. Az OVLF legközelebb az 1997-ben játszódó Ragadozó 2 című filmben tűnik fel. Itt már Peter Keys, vagyis Blondie, vagyis ugyebár a harmadik néven Cloud a főnök. Ő ugyebár egy cirka egy tucatnyi fegyveressel ér ki a terepre, hogy levadásza a ragadozót. Mint a Ragadozó 2 című filmben láthattuk, ez nem sikerül neki, és Keys, vagyis Blondie, vagyis Cloud meghal. Ezután nem tudni, hogy mi lett az OVLF sorsa. Legközelebb a 2004-ben játszódó AVP 2 Requiem című filmben tűnik fel, ahol Stevens ezredes van az OVLF élén. Na, bárcsak egy logó látható, de határozottan ez is az OVLF. Bizonyára eredetileg a ragadozó miatt jöttek ki Gunnison városához, de mivel a alienek elterjedtek ott, amikre nem számítottak, nem is tudták, hogy mik azok az idegenek, ezért leatomozták az egész várost. Ennyi a hivatalos művekben az OVLF-nek a története. Több mű már nem került ki. De nagy az esély abban, hogy az új Predator filmben feltűnik a szervezet, ugyanis Keysnek a gyereke feltűnik benne, és ugyanúgy a predátorok után kutatgat. Szóval nagy az esély, hogy az OVLF-e még a közeljövőben látni fogjuk. És akkor ennyi is volt eme szervezet. Most Balázs jön a Spearhead-del. Vagyis Láncsafej. Következő szervezetünk a Spearhead, mely a Predator Xenogenesis képregényben szerepel. Spearhead egy titkos globális biztonsági erő, melyről csak az ENSZ és a világtanács tudott. Vezetője John Dancer, egykor brit admirális. A szervezet központja Birmingham, mely Anglia fővárosa. Londont elöntötte a tenger a globális felmelegedés miatt. Továbbá a képregényben láthatjuk, hogy Párizsnak sem lett jobb sorsa. A főhadiszálláshoz az egyik rejtett út egy régies könyvesbolton át vezet. Mi értelme volt ezt a képregénybe rakni, kémfilmes feeling, más nem. Titkos bázis az a város alatt húzódó régi hidegháborús bunkerrendszer, melyet a Spearhead birtokba vett. A Spearhead alakulatok tagjainak a kis agyába beépítenek egy nano neuroprocesszort. Ez az implant átlagosan 170%-kal javítja az emberi reakcióidőt. Az implant ignorálja az agy korlátozását az izmok használatában. Gyakorlatilag az ember teljes izomereit képes használni. Ugye ez azt jelenti, egy egyszerű példával, vegyünk egy átlag embert és egy átlag csimpánzt. Az embernek vannak nagyobb izmai, tehát elvileg ő az erősebb. Valóságban a csimpánz lazán kicsavarja az ember karját, mivel a csimpánz az erősebb. Holott az embernek kéne az erősebbnek lennie. Ez azért van, mert az agy korlátozza a kifejtető izomerőt az ember esetében. Pontos oka nem ismert, valószínűleg azért, hogy az ember ne terhelje túl magát. Ezzel ne károsítsa a szervezetét. Érdekes, hogy a többi állatfajnál ez nem áll fönt, egyszerűen nem terhelik túl az izomzatukat. Hát úgy tűnik, hogy az ember
elég nagy visszalépés ilyen szempontból. Azt is meg kell jegyezni, hogy ez az agyi ignorálás a Predatoroknál sincs meg. Ő évén láthattuk az AVP 2 filmben például Wolfot, eléggé vízna, mégis két aliennel lazán elbánik. Holott egy olyan alien egy viszonylag izmos embert lazán letevít. Képregényben a yucatáni verességben lesérült alakulattagokat szinte a halálból hozták vissza. A csontvázokat kerámia és titánium polimerekkel erősítették meg, izomzatukat nyúlékony szénszálú nanoláncokkal alkották újra. Tehát tulajdonképpen szuperembereket tud létrehozni a Spearhead. Hogyha Spearhead. Akkor... Spearhead akkor... Na... Lándzsa fej. Tészta. De alapjáraton csak az implantot ültetik be, hogyha lesérül valaki súlyosan, akkor lényegében szuperembert tudnak belőle készíteni. Tehát a Spearhead alakulatok 6 főből állnak. Csak olyan emberek lehetnek tagok, akik már találkoztak Predatorral, és túlélték a találkozást. Ez általában azzal járt, hogy minden bajtársakat elvesztették, esetleg súlyos sérüléseket is szenvedtek. Szükség esetén a Spearhead kibernetikus végtagokkal látja el őket. Ugye ez még a csak besorozás, amikor felveszik őket a szervezetbe, ekkor kapják meg az implantot. Ha később sérülnek le súlyosnak, akkor még jobban tudják őket turbozni. Bevetése a hívókódjuk sárkány tűz. Pontosan nem ismert hány osztag volt, a Brünkhami bázis két alakulatnak adott otthont, ez szerint feltehetően voltak más Spearhead bázisok is. Delta osztag és a szabjákat ismerjük név szerint. Illetve a szabják a főszereplői a képregénynek. A Delta osztagot pedig lemészárolják a yucatáni félszigeten. Spearhead felszerelés egyéne és bevetésre szabott. Gyors rajtaütésekkel és nem napokig elhúzódó harcokat tervezték őket. Teljesen normális, hogy egy harc közben a felszerelés egyes részei megsérülnek, sőt tönkömennek, leszakadnak. Páncélzat képes felfogni a legtöbb Predator fegyver támadását, minimum egyszer. Erős páncélzat, ám mozgékonyság érdekében nem erősen páncélozott mindenhol. Bevetés függően lehet jetpackjük, illetve gravitációs elnyőjük. Páncélzatban a legkülönfélebb fegyvereket építhetik, ezek általában energia alapú fegyverek. Energia fegyverek mellett természetesen használnak hagyományos értelembe vett lőfegyvereket, ebből a legkülönbözőbb típusokat. Spearhead katonák lényegében az AVP vasemberei. Tény is való, hogy nem olyan erős a páncélzat, nem olyan felfegyverzettek. A gravitációs elnyő is ekkor még elég fejletlen technológia, tehát lassíthatják a zuhanást, illetve fel tudnak vele pattanni a levegőbe, utána pedig a jetpackjüket használhatják. Későbbiekben viszont a Spearhead technológia nem fog visszatérni egy könyvbe, képregénybe se, nem tudni miért. Tehát, miért még bárki fantáziálna, ezek a páncélzatok nem olyan erősek, mint vasember páncélja. De a képeken látszódik, hogy bőven elég effektívek Predatorok ellen. A Spearhead egységeket szállító repülőgépek rendelkeznek egy elektromos eszközzel, ez a felhőkarcoló, melyel amennyiben van felhőzet az égen, azokból ki tudják csapatni a csapadékot. Magyarul elkezd esni. A felhőkelevel víz szóval. Igen. Spearhead bukása. Spearhead veszte, a belső hatalmi harcok voltak. John Dancer szerzett meg minden hatalmat a szervezetben. A képregény elején Predatorok által megölt szenátor, valójában Spearhead vizsgálati bizottság feje volt. Ki szerint Dancer túl nagy befolyást szerzett. Dancer nem vetette be a Spearheadet, mikor kellett volna, így meghalt a szenátor. Ugye a képregény elején egy hajót támadnak meg a Predatorok. Itt volt ez a bizonyos szenátor. Ezzel teljes hatalmat szerzett. Dancer titokban egy vírust fejlesztett a Predatorok ellen. Ez honnan ismerős? A AVP 2 játékból. Hát igen. Ott Vasily Rajkov akart egy ilyet létrehozni. Azért fogadt el a Predator főhőst Prince-t, hogy a sisakjából kinyerje a Yautja Prime-nak a koordinátait.
Miután megvan a koordináta és meg is van a vírus, már csak meg kell fertőzni a predátort. Ez a fertőzött ragadozó pedig beviszi a vírust a fajából. Azt tudni kell, hogy ez egy olyan vírus lett volna, ami csak a predátorokat gyilkolja meg. Szóval más az nem pusztul el. Szóval elég egy fertőzött ragadozó és az egész fajnak lőttek. És ugye ez 2230-2231-ben játszódik, majdnem 200, illetve igen, majdnem 200 évvel a Predator Xenogenesis után. A szervezet újonnan beszervezett tagja, Tyler William, buktatta le Dancert. Ám menekülnie kellett, ebben szubotai szamuráj segített neki. Képregény végén megtörténik Predator és a szamuráj közti párharc, amit Dancer szakít félbe, ám saját emberei fegyverzik le. Ezzel zárul elvben a Spearhead pályafutása, mivel a Predator látogatása lényegében megszűnik a Földre. Valószínűleg ezzel a eseménnyel. Ezután is jönnek vadászni, bizonyára, viszont sokkal kevesebb. Tehát tudni kell, a Spearhead idejére már nagyon elharapódzott a helyzet, helyenként már szó szerint háborús összecsapások történtek. Viszont ki is ez a szamuráj? Őrel még vissza fogunk térni egy másik képregény kapcsán, úgyhogy célszerű vele megismerkedni. Dancer Jakartában találkozott szubotaival, aki megmentette egy Predatortól. Dancer közreműködött a Spearhead megalapításában, de szubotaival baráti viszonyban maradt. Tehát szubotai a háttérben volt és esetlegesen tanácsokkal látta el Dancert. Szubotai fiatal szamuráj volt, kicsivel több mint 1000 évvel ezelőtt született. Fiatal és önfejű volt, így száműzték egy szegény tartományba, hogy alázatot és felelősséget tanuljon. Csak hogy két sárkány, vagyis két predátor vadászott arrafele. A fiatal predátort meg tudta ölni, de az idősebbet már nem. Az elvette kardját és ott hagyta. Lehet azt hitte, hogy meghalt, ami kétséges, mivel eme predátor többször is próbál tette a szamuráj idegeit az 1000 év alatt. Tehát valószínűleg szándékosan hagyta ott a szamurájt, elvesztve a becsületét. Egy idős bölcs ápolta a szamurájt, és egy mitosz alapján a megölt predátor szívét megitette vele. Révén nagy gyógyerővel bír. Mondjuk én nem értem, hogyha az idő simán el tudott menni a szamuráj kardjával, ez elvéve a szamuráj becsületét. Akkor hogy maradt ott a másik predátornak a szívéltve valószínűleg az egész predátor? Logikai baki. Lol. És akkor itt jön egy nagyon lényeges dolog. Igen, predátor nyersen való fogyasztása, főleg a szívé, megfiatalítja az embert és meggyógyítja. Bizonyos időközönként fogyasztott predátor révén elvben akár örökké is élhet az ember. Valószínűleg, hogy a predátorok vérében szimbióta élőlények vannak, melyek foszforral táplálkoznak. Eme élőlények biztosítják a gyors regenerációt és az erős immunrendszert a predátoroknak, és a hosszú életet. Eme szimbióták evés útján, de akár más úton is bejuthatnak az emberi szervezetbe, később erről még beszélni fogunk a Borgia Industries kapcsán. Emberi szervezetben is kifejtik a hatásukat. Ellenben az emberi vérben nincs annyi foszfor, így a szimbióták egy idő után elhalnak, kihalnak a emberi szervezetből. A populáció kihalása után újabb szimbióta adag előre kezdi a fiatalítást és a többi hasznos ténykedését. Ha a szervezetben lévő szimbióták még élnek, és úgy jutottatunk be egy újabb adagot, azok nem fognak ismét fiatalítani. Ellenben a gyógyító erejüket továbbra is kifejtik. Meg kell várni, míg kihalnak, és akkor újabb adagot kell bevinni. Tehát ha a predátor eszik predátort, akkor nem fog történni semmi, mert eleve már benne vannak eme szimbióták. Tehát a szimbiótáknak tökéletes a predátor szervezet, így ki sem fognak halni belőle. Sőt, valószínűleg ez egy tökéletes szimbiózis. Ezért lehetséges az, hogy elsődlegesen a szív fogyasztása hosszabbítja meg az életet, ugyanis a szívben lehet a szimbióták tenyészhelye, tehát itt lehet a legtöbb. Illetve későbbiek fényében meg kell említeni, hogy a szimbiótákat feltehetően nem lehet hibernálni, nem lehet sehogy se tartósítani, mert elpusztulnak. És így ugye, hogyha elfogyasztjuk ezeket a szimbióta maradványokat, akkor nem történik semmi.
És több mint valószínűleg, hogy semmilyen életben tartási módjuk nincs ezeknek a szimbiótáknak, csak az, hogy a adott szervezetben életben maradjanak. Azt nem tudjuk, ez most több sejtű, egy sejtű, fogalmunk sincs erről. Ez egy elmélet. A szimbióta elmélet tudtommal eredetileg Rajkovnik néven futó magyar embertől származik, ugye ebben AVP Univerzum, basszus, magyar oldal. Imi, adjál már mész a sok angoloddal. Tehát AVP Univerzum formáról ismerős lehet még talán az ő neve. Neki volt egy Predator adatbázisa, és ott próbált összecsiszolni a különböző dolgokat, és ő vetette föl, hogy a Predatorokban a szimbióták élhetnek. És ugye, ha ezek belekerülnek az emberi szervezetbe, akkor megfiatalítják. Viszont érdekes, hogy a halaktivológiában említenek a predátorok vérében szimbióta-szerű organizmusokat. Azt már meg nem mondom, hogy az ott a könyvben nanobotnak írták, vagy organikusnak, már nem emlékszek rá. Tehát MS szimbióta elméletnek is most már van egy, mondjuk úgy, hogy kánon alapja. És ez azért volt fontos kitélni, mert ez a predátor véres, szimbiótás, szívevős dolog még vissza fog térni. Egyszer, vagy kétszer. Kétszer. Igen, most lesz a második. Nos, a következő szervezet, ami a predátorokat vadásza, az a Borgia Indaces. A Borgiák 1930-ban tűnnek fel először. Itt Bruno Borgia a vezér. Ő egy maffia vezér. New Way City-ben, ez egy fiktív amerikai város. 1930-ban kirobbantott egy banda háborút, hogy leszámoljon ellenfeleivel, akkor, amikor a fia megszületik. Azonban ebbe a banda háborúba egy ragadozó, Scarface, a későbbiekben sebhelyes arcú, beleavatkozik. Nos, ő lenyakazza Brunót, de Isabella meghátrálása készíti, ugyebár egy fegyvertelen nőnek tüntette fel magát a ragadozó, közel ment hozzá is. Ez volt a veszte. Isabella egy revolverre szemen lőtte. Scarface megfutott, hátrahagyva a technológiai részét. Mikor úgy érezte, hogy már haldoklik, aktiválta a hajója önmegsemmisítőjét, ami ledózerolta a várost, ám őt magát nem ölte meg. Klánja, a Dark Blade klán, Sötétpenge klán, eljött hozzá, és 100 évre száműzte egy kietlen, ellenséges bolygóra. Ám ez idő alatt Isabella tevékenykedett. Ő túlélte a robbanást, és felhasználva a javítja technológiát, újraépítette az egészet, ezúttal Neonopolis néven, vagyis a fények városaként. Születik egy fia, Hunter Borgia, aki egyfajta predátorvadász, bejárja a világot, rengeteg emberrel megismerkedik, köztük van Wayland, a Wayland Industries vezére. Nos, bár Wayland-nek nem mesélt arról, hogy mik is azok a predátorok, illetve hogy egyáltalán léteznek-e, ettől függetlenül nagyon jó barátok voltak. Hunter Neonopolisban kiépítette saját kis birodalmat, a Borgia Indaces, mondhatni egy predátor elfogó csapat lett. Elitettsége a Monster Squad, ezek genetikailag és kibernetikailag felturbozott emberek. Ezek egy az egy ellen nem feltétlen bírnának egy predátorra, de négyes csoportokban már igen. Nos, ezek a Monster Squadok négy csoportra vannak osztva. Vannak a precíziós lövészek, a mesterlövészek, ugyebár vannak a folyékony nitrogénnal felszerelt egységek, vannak a kvázi rakétavetősök, illetve a mondhatni gépfegyveresek. Ők, hát mondhatni kiporgok, a agyuk le van nullázva, saját maguk semmi se tudnának megcsinálni, őket az anyanéven ismert Isabella irányítja. Isabella ekkor már 100-valahány éves, eddig úgy maradt fent, hogy predátorvért szopált, vagyis predátorvért ivott. Ő rá van csatlakoztott egy rendszerre, ő irányítja az egész várost. És tett hozzá, hogy egy nagy vízzel teli, illetve valószínűleg másmilyen lőttyel teli tartályba van. Körülvéve egy fészeknyi idegennel. Ja. Viszont várjál, itt folyamatosan adták neki a predátorvért, mi? Nem írják, nem említik, hogy folyamatosan volna. Mert tudod, hogyha szakaszosan, hogy kihalnak belőle a szimbióták, és újra adják, akkor végtelen ideig élhet, de elvileg haldokolt, nem?
Ő már nagyon idős volt, de haldokolni nem haldokolt. Akkor valószínűleg folyamatosan adták neki. És nem szakaszosan. Ugyebár Izabella irányítja, hogy a város kamerák lévén mindent lát. A lehallgató berendezések révén mindent hol. Hunter nem csak a Master Squadot használja, hanem továbbá ott van neki még két fegyveres egysége, amik bár minőségileg nem olyan jó, de számszerűleg sokkal nagyobbak. Az egyik a Black Ops csoportok, ezek nőkből álló, mondhatni, fegyveresek. Ezek különleges páncélzattal vannak ellátva a Mimic Suite-on. Ez kvázi átszázza a viselőit. Holografikus páncélzat. Nem? Igen. Ez mondjuk, hogyha a nő azt akarja, hogy egy orvosnak adja ki magát, akkor orvosnak tűnik fel. Ráadásul a kezében lévő fegyver is mondjuk aktatáskának tűnik fel. Ez azért fontos, mert a ragadozók sisakjában van ilyen rendszer, amivel lehet mutatni az agytevékenységet, örül-e az ember, illetve mennyire veszélyes, van-e nála fegyver. Ez a ruha pedig elrejti mindent. Tehát a Predator azt látja, hogy néz, egy békés hölgy. És amint megközelíti, hirtelen egy high-tech gyilkológéppel találja magát szembe. A másik alakulat a Crisis Response Troop. Ezek viszonylag erős páncélzattal vannak felszerelve, bár a Predator fegyvereknek nem állnak ellen. Ők jól el vannak látva a fegyverekkel felszereléssel. Egy Predatornak nem feltétlen okozának gondot, kis számban nem, de nagyobb számokban igen. Nos, tehát Hunter ezt a három alakulatot használja, továbbá a lánya további egységeket használ. A lánya Lucretia Borgia. Ő nem feltétlen tud a predátorokról. Az nem Lucretia? Vagy Lucretia. Lucretia. Hunternek a lánya Lucretia, vagy akkor most már legyen úgy, hogy Lucretia. Ő úgymond a Borgia Indesisnak így a feje, aki így irányítgatja. Persze a háttérből ugyebár ott van Hunter. Lucretia a bandákat irányítgatja. Nagy csomó gyilkos, pusztított fegyvert ad el nekik. Mondván tessék, vigyétek nyugodtan, öljétek egymás fele. Ezzel egy célt szolgál. Az egész városban ugyebár véres bandaháború dúl. Ez pedig a predátoroknak kedves, hiszen azt látják, hogy itt hatalmas a préda. Nos, a bűnözők nem is tudják magukról, hogy lényegében célpontot csináltak magukról. A predátorok idejönnek, leülnek egy-két bűnözőt, aztán persze kijön a Borgia Indesisnek a három fegyveres alakulata közül az egyik, és elkenik a predátorok száját. Nos, a predátor technológiát egy az egyben elveszik, illetve felhasználják. Ezt a Prometheus technológia nevű eszközöknél használják fel. Prometheus. A Prometheus technológiás fegyverek ugyebár Predator technológián alapulnak, így nem is csoda, hogy hatásos a ragadozók ellen. Továbbá a Predator testeket is elviszik. Nem feltétlen csak halott Predatorokat visznek el, mert akadnak olyanok is, akiket élve fogtak el. Ezeket elviszik a titkos laborjaiba, ott kísérleteznek rajtuk, illetve kiborgot csinálnak belőlük. Tehát a Borgi Indesis használ rosszfér predátorokat is, amiket Mother, vagyis Isabella használ fel. Milyen rosszfér predátorokat? Rosszféreknek minősülnek, amint el vannak ők fogva. Ja, hát nem ön szántukból lesznek rosszférek, csak hát kimossák az agyukat, meg ilyesmi. Igen, a játék rosszférként említi őket. Na szóval ennyit így a Borgia Indesisről, hogy milyen fegyveres alakulatai vannak, illetve hogy nagyon erősek. 2030-ban legalább egy tucat ragadozót pusztítottak el pár nap alatt. Más szervezet erről csak álmodni tud. Azonban 2030-ban eljön a vég. Scarface visszatér. Klányától azt a küldetést kapja, hogy számolja fel a szervezetet, és ezzel visszanyeri a becsületét. Scarface pár nap alatt eljut a bűnözőken keresztül a Borgia Indesis fegyvereseken át magáig Hunterig. Izabellát megöli. Hunter szintén. Hunter ekkor már át van alakulva egy hibrid lett belőle, ugyanis titkos kísérleteket folytatott arra, hogy embert és predátort egyesítsen. Az első ilyen hibrid ő maga. Sajnos a kutatási anyaga az elpusztult Scarface által. Sajnos. Hagyjuk meg.
Nem sajnos. Sajnos. Miért sajnos? Hát a predátorok számára ez örület, jó hír az emberek számára, nem? De most mi akarsz ember-predátor hibridet látni? Mennyi fed Devinataltól? És ott látsz elég faunaltot. Fiúi állatkákkal egyetembe. Föri. Ne kös bele mindenbe. Szóval akkor folytatva a borgiájékat. Az összes borgia le lesz vadászva. Azonban Lucretia az él. Ugyan súlyosan sérül, de még él. A céget a Valiant Industries felvásárolja. Tehát kebelezve. A Borgia Industries 2030-ban megszűnik. Ugyan az a számlájukra írható, hogy rengeteg predátort megöltek, és azért tetemes részük volt abban, hogy a ragadozók nem megmutassák, hogy ide aztán ne gyertek vadászni, mert mi aztán leülünk titeket. Azonban a cégnek a rossz oldal ugyebár a banda háborúkon kívül az, hogy hajléktalan embereket, vagy olyan embereket, akiknek senkik se hiányoznak, illetve ők se hiányoznak senkinek, elrabolnak és titkos laborokban használják őket fel. Ők a Master Squadnak így a robot kibernetizált tagjai, illetve a Ulysses pilóták. Ezek kvázi kiborg exoharcosok. Illetve akik kihullanak ezekből, azok meg alien keltetők vagy baby tápszer lesznek. Nos, akkor ennyit erről a szervezetről. A következő ilyen mondjuk vámpirizált testület, ami a predátor vért szívja, az a Gideonék lesznek. Balázs, tiéd a szó. A legnagyobb poént nem lőtted le. Mi lett Lucretiával? Ja, igen, ezt ki is felejtettem. Bár Lucretia súlyosan megsérült, azonban a Valiant Industries beültette őt Mothernek, anyának, vagyis Isabellának a kapszulájába, tehát ő lett az új anya, Mother. Nos, a alien rajongók ugyebár ismerik, hogy a idegen, a nyolcadik utas a halában a számítógépes rendszert anyának hívják. A kettő ugyanaz. Ugyan ekkor már nem Lucretia anya, hanem sanszosan ez már tényleg egy robot, de ezt az alapot Lucretia rakta lesz. Tehát eme játékban megismerjük, hogy honnan jött ez az egész dolog. Hát nem kizárt az, hogy mivel nem volt predátor utánpótlás, így Lucretia az úgy meghalt a kis tartályba, viszont az elméjét így lehet, hogy átmentették. Ugye erről volt szó, hogy 2004-ben meghalt Bishopnak a folytatása, az az Android Bishop, aki a Alien 3-ba debütál. És hogy akkor várja. Hogy lehet a folytatása? Várja, az Alien 3-as Bishop az a kánon szerint szintén egy ember. Hát, már amennyire. Mi a kánon? Kezdjük azzal. Mi az AVP kánonja? AVP kánonja szerint, mikor rendszeres tették az M41-at? 2179-ben? De már 2140-ben használják. Igen. 30 évvel erről... azelőtt, hogy létezne. Igen, erről majd fogok beszélni a hírek sarokban, hogy mi is akasztott ki ebben a könyvben. Na de most folytassuk Gideonékkal. Na, azt így befejezem. Szóval nem kizárt, hogy az idézőes anya, tehát amit az űrhajókra raknak, az valószínűleg egy nagyon erősen átélt, de lényeg, hogy az anya az lényegébe feltehetően Lucretia Borgiának a elméje. Hogyha ő már fizikálisan meg is halt, az elméje lehet, hogy át van mentve. És ki tudja, ha az Alien Fusion-t kánonba veszük, akkor a Vélánd utáni központja az a Vörsaljás nevű hajó. És akkor lehet, hogy ott az anya az ténylegesen Lucretia Borgia módosítás nélkül? Ha. Már font se tudja, mit vehetünk kánonnak a sok hülyeség után. Ja, zárjon be a Skyrim-et. Na jó, csak facebookoztam. Következő emberünk Gideon Sunley. Hozzá képes Bill Gates, egy tevéz anya. És ezt a képregényből idéztem. Újabb japán predátor evő. Kínai, nem? Japán. Tokióban van ráadásul. Na, akkor rosszul emlékeztem. Remélem, hogy japán is nem kínai, és mindegy, majdunk annyiban japán, max majd aláírásba bejön, hogy tévedtem, bocsi, imi hibája. Legyünk annyiban biztosak, hogy ázsiai. Nem mindegy, mert a japánok hunok, kínaiak nem hunok. A japán fehér, kínai sárga. Ez rasszista volt. De nem annyira, mint a kinemadott Mézga család.
volt ez a számítógépes, hogy számítógépet szerzek, és arra épült volna az új sorozat. Hát abba a pilot részben milyen sztereotíp a kínai emberke, basszus. Na mindegy. Az AVP öröklétben említik Szubotai szamurájt. Ugye az AVP öröklét képregényről van szó. Bár itt azt mondják, hogy több mint 200 éves volt, mikor meghalt, ez hát mondjuk úgy, hogy több mint 200 éves volt, amikor már csak a háttérből tevékenykedett, és nem halt meg. Az öröklét úgy a Predator Xenogenesis előtt játszódik. Most mik a tippek, hogy 2025 fele játszódik? Ja igen, illetve a Xenogenesis az beletippel, hogy 2040 környékén. Szóval ez a Predator Xenogenesis-nél mondtam, hogy 40 és 50 közt játszódik durván. A AVP öröklét az ugye be 2025-öt mondanak, de... Ilyen tippelgetés, hogy így meghatározott. Tehát a világ technológiája, amit látunk, nagyváros, stb. Az alapján mondjuk, hogy inkább 2000 után, 2010 közt. Ez az én tippem. Bár van pár olyan technológia, ami nagyon fejlett ehhez képest. Gideon Sunley egy 38 éves vándorló, bájitalokat keverő, bölcset játszó ember volt, egy szélhámos. Aztán bájitalokba belehalt 17 ember, igen, ez a középkori Japánban történt még. Félholtra verték annyira, hogy haldokolt, és elkergették a faluból, hogy lassú halált halljon a vadonban. És éppen a halál küszöbén volt, mikor persze, hogy a közelében lezuhant egy predátor űrhajó, mert méne. Azt hozzá kell tenni, hogy az istenekhez imádkozott és könyörgött. Van olyan képregény, ahol a japán szamuráj reinkarnálódott, hogy meglegyen a párharc az adott predátorval. Mert a japán istenek így akarták. Tehát, ja. Lehet, hogy véletlen volt, lehet, hogy a japán istenek nagyon pikkelnek a predátorokra, és csak az épp alvá repkedő predátorhajót úgy lezuhantatták. Meméne. És ez még lesz cifrebb is az AVP-ben. De nem most, majd később, más történetnél. Majd amikor jön Xerxes. Jesszus. És természetesen bezabált a predátorokból. Kitapasztalta a predátorokat, ellenben ha tehette, akkor másokkal vadásztatta le őket. Így több mint 700 éves volt a 21. század elejére, és hatalmas céget épített fel. Cég alapja, a technológia, a lezuhant predátor űrhajó volt, és több évszázad alatt levadászott predátoroktól szerzett felszerelések. Például nem a cég legújabb fejlesztése volt egy papírvékony eldobható számítógép. Ha már nem kellett, összegyűrhette az ember és eldobhatta. Az ide bevágott képen ezt láthatjátok is, ezt a kis számítógépet. És a ott látható japán kert az az egész holografikus. Igen, ez nem sokkal 2000 után játszódik. Már van ilyen technológia. Borgia holografikus penciai nem voltak olyan high-tech cuccok 2030-ban. Bár ki tudja, hogy Lee-nek eme holószobájához mekkora motor tartozott. Lehet félpaks. Ez ilyen dolgokat azért kicsit kifejthetnék képregényekbe. Ekkor már Predator technológián alapuló felszereléssel ellátott zsoldosokat alkalmaz, hogy előteremtsék neki a húst. Ha kell, akkor polgárháborús területen még jobban felszítja a lángokat, a kekiai származású egyének megölésével is. Mikor a képregény játszódik, Lee eddigre ismét elkezdett rohamosan öregedni, újabb adag predátorra volt szüksége. Persze azok jöttek. Talán főleg azért, mert sikerült kinyitni az űrhajó rakterét, miben az idegen tojások voltak. Két dolgozója megfertőződött, karanténba zárták őket. Mikor mellkasobbantól kitörtek, nos, akkor kopogtattak be a predátorok. Az idegenek pedig meglógtak. És természetesen elkezdtek szaporodni Tokió csatorna rendszerében. Idegenek és predátorok harcába Lee emberre is beszálltak. Predátorok az idegen infestációt akarták megállítani, Lee emberi pedig megbízójuknak akartak predátort leszállítani. Lee tovább vitte a szívevősdét. Amilyen szerv azonos funkciót lát el egy predátorban, és egy emberben, azokat lecseréltette magában.
az elejtett predátorok épszerveivel. A képregényben nyomon követhetünk egy riporternőt, név szerint Rebecca McBride. Na most kötekedjé. Írd le. Ott a képregény. És miért még belekötnél, igen, a Rebekát már magyarul írtam le. Mert Rebekának van magyar megfelelője. Rebecca McBride. Rebecca McBride. Bridge. Beach. Ja nem Bride, McBride. Hiéna néni, kész. Riporter szóval hiéna. Ő Afrikában a helyszínen volt, mikor Lee emberi megölték a herceget, ezzel bedöntve a béke lehetőségét Gahamibiában. Ezt most megnézem, hogy tényleg létezik-e ilyen hely. Szerintem nem. Gambia létezik. De miért írnak fiktív helyeket most komolyan? Na mindegy. Tehát ez a Gambia. A nő éppen, hogy megúszta a mészállást, Lee akarta, hogy életben hagyják. Persze, a karrier... Na. Persze a nő karriere. Jó, ide megint bevágunk egy betűt. Így Zsák utcába került. Felvételeket lefoglalták. Ellenben Lee Emberry által használt Y-dárda, amit talált, nála maradt. A kétes személyi ismerőse, mármint ilyen anarchista, hacker, kápszeres valaki, ismertsége révén, aki Lee volt feltehetően eme ismerettség, jutott el Gideon-san Lee-hez, Japánba tudta így csalni a nőt. A macélzatta, hogy a nő írja meg az ő életútját, az igazat. Mert a nőt elég páltatlannak találta, alkalmasnak a feladata, Lee intézte azt is, hogy a nő ott lehessen a herceg megölésénél. Mondjuk ez szerintem eléggé belemagyarázós dolog, hogy végig Lee volt a háttérbe, és végig úgy mozgatta a szálakat, hogy a nő elutazzon, meg ebbe fusson bele, meg abba, meg á. Lee elvitte a nőt predátor vadászatól. Lee-t és Emberit predátorok megölték, az idegeneket a predátorok kipurgálták. De a riporternő súlyosan megsérült és elájult, feltehetően egy predátor felvitte az utca felszínre. Így túlélte. A cég minden ingóságát lefoglalta a japán kormány, Rebecca megírta az önéletrajzot, és milliómos lett. Lee poszthumusz fizetett érte. Ezután a már említett hacker ismerősével és annak ismerőseivel nyomozott az igazság után. Igen, az AVP világában van egy könyv, ami konkrétan leírja a predátorokat és az alieneket, és hogy predátort kell lenni nyersen, hogyha sokáig akarunk élni. Ezek szerint a Nostromo legénysége nem olvasta ezt a könyvet. Se a Sulaco legénysége. Persze, ez a képregény jóval a filmek után jelent meg, és utólagos belemagyarázás. Szimplán csak nem vették komolyan azt a könyvet. Mint majd látjuk a Predator Hunters képregényben, ott a nagy játszma főhőse, az a indián karakter. Ő megtartotta a megölt Predator testét, és ki kipreparálta, hogy tessék, ez itt egy idegen űrlény, meg lehet nézni. Az emberek nem hittek neki, azt mondták, ezt te csináltad, ez mű. Holott az egy igazi predátor test volt. Nos, a főbb predátor vadászó szervezeteket megtárgyaltuk, most ilyen kisebbek következnek. Itt most először a Predator Hell and Hot Water című képregényben szereplőről beszélek. A képregényben a szervezet néven említik ezt. Nos, ez nem a CIA embereiből épül fel, és sanszosan nem is az OVLF emberei. A szervezet valamikor 1992-ben jött létre, és egészen 1997-ig váratták, hogy történjen is valami, amikor a ügynökeik igazából harcolni kezdenek a ragadozókkal. Tehát 5 éven át figyeltek a háttérből, edzettek, trenírozták magukat. Nem mellesleg a szervezet tud a többi titkos szervezetről is, és ebben tanultak azoknak a hibáiból, gyakorlatban persze nem. Nos, a női ügynökök legalábbis egyről biztos tudni, hogy erős hipnózison esett, tehát hogy egy hamis ént ültessenek belé, hogy ő egy ártatlan nő, nem ártana a lénynek se. És ennek az a lényege, hogy amint ez a nő közel kerül egy predátorhoz, aktiválódik a régi énje. A régi énje, vagyis a kegyetlen,
precíz gyilkos, aki egy szalmaszállal meg tudna folytani. Ennek így az a jelentőség, hogy a Predatorral elhitettetik, hogy ő egy ártatlan nő, vele nem kell semmit se csinálni, ne törődj vele. A Predator, amit hátat fordít neki, igazából elvágott torokkal eszmélve. Nos, amúgy ez a hipnózis trükk be is válik majd. Részben ezzel sikerült legyőzni majd egy ragadozó. Na de, a szervezet 1997-ben kerül ki terepre. Chilének a tengeri szakaszán. Nos, nem tudni, hogy a szervezet mennyire erős, milyen háttérrel rendelkezik, de az biztos, hogy tudta így zsarolni a chilei kormány, hogy igen, adjatok nekünk 2 napot, amíg kimegyünk a terepre, utána azt csináltok, amit akartok. Nos, a szervezet 6 ügynököt vitt ki, illetve egy női ügynököt, akit úgy tüntettek fel, hogy csak ilyen segítő, supporter, de valójában ez egy ilyen hipnotizáció. Nos, a Predator nem a szárazföldön ölt, nem ott vadászott, hanem, mint mondtuk, Chilétől a chilei tengernél. Tehát adja magát, hogy a ügynökök bulvárruhában a tenger alatt kezdték el purgálni a Predátort. Azonban nem tudták, hogy a Predator tudott róluk, és őket egyfajta bábnak használta fel, hogy előcsalogosson egy föld alatti barlangban élő, hát tavi rücsütyüt. Várjál, nem volt földrengés? Igen, egy földrengés következett, és akkor így megnyílt ilyen föld alatti járat, ahol eddig nem ismert földi élőlények bukkantak. Igen, víz a tenger alatt volt egy barlangrendszer, ami a földrengés után megnyílt. Óriási izopodák, vagyis ászkarákok, vagyis pincepogarak, meg ilyenek. Igen, valahogy a ragadozó erről tudott, és valahogy tudott, hogy ott van egy hatalmas nagy szörnyeteg. Csak egy. Tehát az volt a ti. Ő azt a nagy lila vagy a rózsaszín szörnyet akarta levadászni, az volt a fűcél. De mi az, hogy csak egy? Az embereket... Egy tűnt fel a képregényben. Hát, azért. Biztos van ott egy egész ökoszisztéma. Kötekedek, szóval mint biológus, lalalalalalala. Tehát a ragadozó tudott az emberekről, és nem őket akarta levadászni, hanem ilyen csaliként bevinni őket a barlangba, hogy előcsalogossa azt a szörnyeteget, illetve hogy megnézze, hogy a szörny mire képes. A földön csak egy szörnyeteg van, az az ember. Nos, most, hogy befejezted a kötekedést, folytatom. Szerintem még fogok. Nos, a Predator sikeresen leölte a szörnyeteget, azonban... Milyen szörnyeteget? Most mondjam azt, hogy tavi rücsütyű. Jobb. Tavi mütyütyű. Meg mutyutyú. És ott a szörny. Tényleg, hogyha ebből csinálnának egy filmet, akkor a retrosákra mehetne. Á, igen, ez egy óriási féregszerű bizbasz amúgy. A képregény borítón pedig izopoda van. Ami ugye Magyarországon ászkarák. A tengerekben meg ugyebár tényleg jó nagyja megnőnek. De nem ilyen nagyja, mint a borítókon lévők. Na szóval röviden tömören, a Predator leölte azt a szörnyeteget. A milyen szörnyet? Meg az ember. A Predator leölte a tavi rütyütyüt, a Predatort meg az emberek. Nos, a 7 bevetett emberből mindössze 4 tért visszaélve, 1 sérültem. Ez mondjuk úgy, hogy jó arány. Mellesleg az egész akció arra ment volna, hogy megöldik a Predatort és elszedik a technológiát. Nos, egyik se tört, illetve az megtörtént, hogy leölték a Predatort, de a technológia ugyebár elpusztult vele együtt. Következő szervezet erről csak pár sorban. A Homeworld című képregényben tűnik fel. Jaj, az nem... milyen mondta a izolású basszus. Nos, nem derül ki, hogy ez milyen szervezet, hogy a meglévő szervezet, tehát a CIA, az OVLF-é, vagy a szervezeti, nem derül ki. De abból ítélve, hogy folyamatosan hallgatják ki az embereket, illetve hogy nem tudják, mi az a Predator, feltehető, hogy ez egy friss, új szervezet. Sok nem derül ki róla. Igazából a erejükről is csak annyit tudni, hogy van egy fekete öltönyös alak, meg pár tudós, illetve egy helyük, ahol kihallgatják a túlélőket. Nos, és a képregénybe terapszidákhoz hasonlítják a Predatorokat, amiben jó be lehet kötni. Utolsó előtti szervezetünk a Predator Captive, ez magyarul úgy jelent meg, mint Predator fogoly, a fogoly. Nos, itt az van, hogy van egy ilyen milliárdos alak, aki keptelésből elfogott egy Predator, hogy tanulmányozza, mert miért ne alapon.
Nos, egy Nimrod Squadron nevű szervezet egyik ügynöke behatolt ebbe a létesítménybe, azonban őt sikerült kipurgálni. A Nimrod Squadron nevű szervezet 3 vagy 4 helikoptert és egy... és a rajta lévő katonákat küldte volna ki, hogy elfoglalják a helyet, maguknak tudják be a Predátort. Azonban ugyebár a Predátor felrobbantotta magát, az egész, hogy a levegőbe repült. Maga az egység ugyebár a beépített embert vesztette el, akit sikerült lebuktatniuk a milliárdos embereinek. Azt mondjuk tett hozzá, hogy a képregényben láttunk 2 arctámadót is. Igen, igen. De nincs szerepük az idegeneknek, csak ott vannak tartályban, valószínűleg már hullák. Igen, a milliárdos mondhatni, le se szar őket, neki a Predátor kell. Nos, azt nem tudna, hogy ez a Nimrod Squadron az... ez más meglévő szervezeteknek a tagja, ilyen bevetési csoportja, tehát lehet, hogy az OVLF küldte őket, csak ezen a kódnéven, nem tudjuk. Amerikai, az biztos. Utolsó szervezetünk, ez a Predator Hunters képregében tűnik fel, ez még most is megy, jelenleg 3 száma jelent meg, a következő jönnek a Deed Trapperek a Star Warsból. Abból a 7. viszont nevezett fanfictionből. Nem, abban nem voltak, hanem a Zsivány 1-esbe. De hogyha azért fanfiction, akkor is miért nincs benne Kai Katarn? Amikor ő lopta el a halálcsillag terveinek egy részét? Most mi van? Tudjuk, idióta Disney. Na szóval nem Death Trooperek, hanem Death Trooper. Halálosztagosok. Igen, most... és van egy elmélet, hogy zombik, tudom. Erről nem is hallottam még. Nem. Az a lényeg, hogy vagy zombik, vagy agymosott emberek is úgy értve, hogy zombik. Gyakorlatilag csak egyszerű hamosztagosok, akik tudnak célozni. És ettől elitek. És MP40-es lőszertáska van a váruknál. Feketébe festve persze. Mondjuk az érdekes, hogy a Star Wars-ban a birodalom így a kamuflázsa, az átázás terén mennyire trehány munkát jelent. Mármint fehér páncélzat, hát ez igazából a havas bolygókon kívül mindenütt kirív. Most képzelj, hogy vagy egy sivatagban, vagy egy dzsungelbolygón. Kilométerről kiszor, hogy ott birodalmi rohomoszogosok gúrnak. Vannak a birodalmiaknak Swamp Trooperei, mocsájú rohomosztagosai. Ja, de hogy azt a kánont a Disney törölte, én kérek elnézést. Na de akkor visszatérve a AVP világába. A Predator Hunters képregényben mondhatni egy ilyen családi szervezet van, ilyen családi hagyományból vadászó csapat. Nos, a vezér, hát ezt ki nem mondom, majd így beírjuk, mert nem akarok magamból hülyét csinálni. Mondjad csak, próbálnak kimondani. Jaja, Soames. Egy négernő. Nos, az ő elődje, a Predator Nemesis. Igen, Nemesis képregében tűnik fel. Ez egy viktoriánus korban játszódó képregény, ahol egy brit férfi hasraemetsző jacket próbálja levadászni, de ugyebár egy predátort kap el. Nos, ez a brit férfi aztán visszatér Indiába, ahol eddig szolgál katonaként, és mint vadász összegyűjt egy csapatot, hogy levadásszák az emberevő tigriseket, igen, emberevő tigriseket. Persze ezek a tigrisek predátorok, megcsinálja a saját vagyonát, és a fia ezt folytatja. Tehát ilyen tradícióval válik, hogy predátorokat vadásznak. Azt már nem tudom, hogy egy fehér angol családnak hogy lehet aztán egy fekete nő utódja. Tudod, úgy, hogy mondjuk elvett feleségül annó egy néger nőt, és onnantól csak négerek voltak a családban, úgy házasodtak. 2017 ez a néger nő a családi vállalkozásnak a feje. Ő mondjuk úgy gazdagnak számít, persze nem ilyen Borgia Indices mértéken, de azért van egy saját nagy hajója, dugi fegyverekkel, predátor felszerelésekkel, illetve egy csapat olyan emberrel, akiknek már volt dolga predátorokkal. Ugyebár vagy azok, akik látták őket és túlélték, vagy harcoltak velük és túlélték. Várjál, ez szerintem nem négernő amúgy. Nem, tehát indiai nem? Inkább. Akkor én emlékeztem rosszul. Nem, csak az arcberendezés, stb. Amennyit ki lehet így venni a képregényből. Szerintem ott az a brit ember, ott Indiába házasodott valamilyen sötétebb bőrszínű nővel, és így. Tehát ő indiai inkább. Nem néger, tehát indiai. Nos, akkor ugyebár ebből áll a szervezet. Olyan emberekből, akiket hajt a bosszúvá.
Nos, a szervezet célja nem az, hogy predátor technológiát gyűjtsenek, nem az, hogy predátorokat fogjanak el, kiszlopálják a vért, tanulmányozzák, szimplán csak az, hogy öljük le őket. És ez különbözteti őket a többi szervezettől, ahol az van, hogy igen, áldozzunk be egy tucat embert, hogy befoguljunk egy predátort. Nem, itt az van, hogy nem áldozunk be senkit, harcolunk, kinyírjuk őket is, ennyi. A szervezetben ott van Nakai X10-es, a Predator rajtaütés főhőse ugyebár. Őt sikerül legutoljára úgymond beszervezni. Illetve itt van a Predator Bad Blood című képregénynek a túlélője is. Tehát korábbi predátoros képregényeknek így a főhősei vissza-vissza tekintgetnek. Nos, bár ez a képregény még most is fut, eddig azt lehet tudni, hogy valahol ott a Oceánia környékén feltűnt pár predátor, és a szervezet is oda ment vadászni. Mondhatni, jó felszerelésük van, mert bár Balázs mondta, hogy olyan a kinézete, mint a Death Troopereknek a Star Warsból, de ezeknek az a célja, hogy elrejti a hőjeleket, illetve lehet vele látni a predátorokat, még hogyha átszázó is vannak. Hát konkrétan a hőjeleket. Predátorokat ugye be infravörösbe is lehet látni. Tehát, hogyha átszázó vannak. Jó, ez lehet, hogy nem minden játékban szerepel így, de éjjellátóval lehet őket látni, hiába vannak átszázva. Még így röviden tömören elmondom azt, hogy eddig egy vagy két embert vesztettek el, de cserébe már lelőttek egy ragadozót. Egyet, jó. Most nézem, és hogy még... milyen jó kis... Hát nem tudom, hogy hát ikonok alapján konkrétan a... Amit most nézek képregényből részt, ott a... Ennek miért van két lomtávja? Tehát ki van vetítve így a számítógép monitorja az egészt, és ott nézem a My Music, My Picture, meg ilyen mapák vannak kitéve. És két lomtáv van, de az egyik... Ja! Miért van kiválasztva az egyik lomtáv a kettőből? Na mindegy. Én kevesek logikát, elnézést. Ennyi volt akkor a Predator vadászó szervezetekről. Így saját elméletemet még így elmondanám, hogy a Ragadozó című filmben, amikor Dutch leülte a ragadozót, az beindíthatott a predátoroknál valami olyasmit, hogy érdemes a földre jönni, vadászgatni. És mivel aztán későbbiekben az emberek azért le is öldözték a ragadozókat, ez még izgalmasabbá tette az egészet, tehát még több ragadozó érkezett a földre. Ezért van az, hogy egy nagy csomó képregényben feltűnnek a 1980-as évek végétől a 90-es éveken át a 2000-es évek elejéig. Egészen a Spearheadig. Úgy mondjuk, hogy a 2040-es évekig. Hát végül is akkor az volt, hogy predátorokat olyan technológiája volt már az emberiségnek, amivel nagyon hát, szét tudták venni a predátorokat. A szervezet fejét ki is nyílták, ellenben a szervezet az megmaradt. Aztán valamilyen predátorok úgy gondolták, hogy mostantól nem kéne százasával jönni vadászgatni a földre. Szerencsére. Mert eléggé nagy vérontás lett már az egészből. Nos, akkor most következzenek az AVP hírek. Na, akkor... Én el is mentem, mert már így is elég idegbeteg vagyok. Várjál, még meg fogjuk említeni azt az M41-ás affért. Igen, ezt én jeleztem neked Xenopédiával. Ebben az évben várható most meg fog jelenni a legújabb Aliens könyve, a Bug Hunt. Most így Xenopédián tegnap olvasgattam. És olyat állítanak benne, hogy az M41-át hivatalosan 2171-ben tették a hadrendbe. Oké, ez még nem lenne gond, mondjuk így feketén így használták előtt a katonák. Azonban a könyv említi is, hogy 2169 körül már megalkották. Előtte nem létezett. Tehát 2169-ben jött létre. Igen ám, de 2140-ben játszó képregényekben már szerepelnek M41-ben. Nem csak M41-ben szerepel, hanem M56. M56-nak az átalakított elektromos változaton veszélyt sokkolják az alieneket, illetve UD4-es is szerepel benne, ami ekkor még nem létezik, mert a Tirencini hadjárat után kezdik el fejleszteni. Igen, és ez a hadjárat meg szintén 2160-70 környékén zajlott. Tehát ebben a képregényben az UD4-nek semmi létjogosultsága nincs. Még papírforma szerint se kéne. Bárha jól emlékszem a képregényben, mint hogyha szegecselt lenne az egész hajó.
Bár lehet, hogy az másik képregényből rémlik. Tehát egy űrbe kirepülni és űrből planétán landolni képes ringjébe űrjármű, az annak szegecselt a burkolata. Hát... Nos, eme könyvben a Bug Huntban nagy csomó, hiszem 17-18 ilyen rövid sztori kap helyet. Azt kell tudni róla, hogy nagy részük a Aliens című filmnek így a szereplőiről van, szóval Higgs-ék, a előző befejezésük a LV-420 előttiek. Nos, ahogy így olvasgattam, idegenek nem tűnnek fel, mármint nem azok, amikre mi gondolunk, a Lingua Fenda Acheronosis, hanem más értelemben vett idegenek. Tehát idegen lények, és minden idegen lény xenomorfnak hívhatunk. Predátorokat is. Csak a xenomorf az ráragadt a xenokkal az idegenekre. Továbbá még szeptemberben, októberben meg fog jelenni egy hasonló könyv a Predator vonalon, ez a If It Bleeds, ez is ugyanilyen felállású 17-18 féle sztori. Számomra ez nagyon város, mert szeretem a történelmet, szeretem a predátorokat, és ez most egybegyúrja. Szóval itt olvashatunk arról, hogy Predator versus vikingek, Predator versus szamurájuk, Predator versus négerek. Predator versus szamurájuk? Mint igen, hogyha az utóbbi, nem tudom, egy órában, mint hogyha kétszer említettem volna ilyesmit. Háromszor. Miért? A Predator, nem is tudom melyik rész, ahol reinkarnálódik a szamuráj. Igen. Az és, a harmadik. És szubotai szamuráj. De itt konkrétan szamurájos dologra céloztam. Az kettő. Illetve még ebben a könyvben még említve van, hogy egy jövőben játszódó rész is lesz, tehát lehet, hogy tengerészgyalogos kontra Predator. Nos, továbbá még munka alatt van egy Alien könyv, ez a Covenantnek úgymond az előzménye. Hát ne, a előzmény szót azt idézőjebe tenni, mert nem feltétlen a konkrét előzmény, csak a film előtt játszódik. Ezt Ellen Dan Foster fogja írni. Amit olvastam róla, ilyen nyomozós sztori lesz, hogy Yutani-nak elrabolják a fiát, lányát, és egy nyomozó deríti ezt így fel. Hát Ellen Dan Foster írja, szóval az írói részről nem lesz gond, csak ugye ezeket a könyveket jó pász úgy írják, hogy megrendelést adnak le, és lényegében az író ezt írja le. Tehát nem ő talál ki egy történetet, hanem a kiadó akarja, hogy írjon meg egy kimondott történetet. Igen, ez volt a Harak trilógiánál is, hogy a Fox azt mondta, hogy kellene nekünk egy ilyen háborús sztori vonal. És akkor, bár így nem mondtam meg, hogy konkrétan hogyan csinálja, csak az volt megadva, hogy legyen egy háborús sztori. És megkaptuk azt a szutykot. Jó, igen, jobb, mint a Prometheus, az tény is van. Az AVP világában videójáték terén semmi sincs. Képregények terén ugyebár még most megy a Predator Hunters, még két szám hiányzik. Az utolsó szám majd szeptemberben jelenik meg. Továbbá még kiadás alatt van egy Aliens képregény, a Dead Orbit. Ez szintén szeptemberben vagy augusztusban fog véget érni. További képregény hírek nincsenek elbevéve, hogy még készülnek képregények, tehát szeptembertől kezdve úgy tűnik, hogy megint csend lesz a Dark Horse Comics tájéken. Filmek terén ugyebár most a... Hát mondhatjuk, hogy sikertelen Covenant után a Fox így talán zárolta a Ridley-nek így a következő Alien filmjeit. Nem feltétlen törölt el, de talán egy időre nem is hallunk róla. Na várjál, elvileg most jött ki, vagy most fog kijönni a Szárnyas Fejvadász folytatása. Ha az sikeres lesz, akkor Ridley Scott képes lesz kitalálni, hogy folytatja a Prometheus-os hülyeségét Szárnyas Fejvadászba. Ugye többször volt erről szó, fanspekulációk, meg úgy elvileg vannak easter egg-ek a filmekben is, hogy a Szárnyas Fejvadász és a Chillam Skinhead-es Alien Covenant-os izé az egy realitásban van. Remélem nem. Nos, a másik film a új Predator film. Ez kreatívan A Ragadozó címet kapta. Jajjaj. Nos, ez számomra város, ugyanis
A rendező kijelentette, hogy utána nézett így a dolgoknak, tehát nem lesz ilyen ellentmondás. Illetve feltűnik benne a Predator 2 című filmben Keith ügynöknek a fia, aki folytatja apja hagyományait. Tehát sanszosan feltűnik benne az OVLF. Nézzük további hírek. Botos e-mail megtanulta a WC-t használni. De ez nem megerősített hírforrás. Más hírek nincsenek. Még talán bemondhatjuk azt, hogy a NECA kiadott egy ilyen kis figurát James Cameronról, mint tengerész gyalogos. Hát... figurás vonalért annyira nem vagyok oda, de hát... Azon mondhatni Canon vonal. Igazából kapcsolódnak a művekhez, tehát mondhatni az AVP univerzumban van egy James Cameron nevű tengerész gyalogos. Tényleg most nézem, hogy a NECA most kiadta az AVP 94-es játék figuráit. Tehát Link Kurosawa, a Kiborg Schaefer. Juhé. Most így ennyi hír volt. Én azt várom, hogy mikor lesz Herc Mondó film. Az milyen filmbeosztást kapna? Biztos nem lenne horror. Ne, hát most képzeld el minden ember karakter számát, tehát mindig amikor nem Herc Mondót mutatják, hanem bármelyik ember karaktert, akkor az ott horror lenne. Rettegnének, félnének, feltudik Herc Mondó, Doom 4-es zúzás. Bocsánat, simán csak Doom. Aztán lehet, hogy egy olyan film üdítő lenne. Realitástáblázat, pár szó volna. Az, hogy számba veszik az összes művet, a képregényeket, könyveket, stb. Stb. És megpróbáljuk így egy-egy idővonalba, realitásba tenni őket. Van egy olyan idővonal, ahol csak pár mű, például a Covenant esetén, Prometheuson, ahol csak tényleg pár mű. Hát ez a pár mű, jelenleg kétféle jelölést használunk. Ugye ez egy táblázat, fekete, hogy egy az egybe kánon, itt is lehetnek ellentmondások, lehet egy realitásban két olyan mű, ami egymással nem fél meg, de ahhoz az idővonalhoz lehet azt a kettőt rakni, csak egymással van ellentmondásuk. Tehát van így egy fekete, és akkor van a szürke, ami ilyen nagyobb ellentmondások lehetnek. Ez a Prometheus-os, Covenant-os idővonalon van ugyebár a Halak teológia, Fire and Stone, stb. Szürkével jelölve. De várjál, azt tudod, hogy a Covenant-tel ebben semmi se kompatibilis, mert Ridley Scott kijelentette, hogy David, ő hozta egyelő létre az idegenfajt. Előtte nem léteztek, ő hozta létre. Na már most a 8. utas a halálba, akkor hogy van több ezer tojás a űrutasajon? Mikor játszódik a 8. utas? 2122. június, a Covenant meg 2090-2100. Tehát ilyen 20-30 év. Na, akkor még van ideje Davidnek, igen. Már várom is, hogy lemeséli, hogy igen, David fogta az űrhajót, oda ment az EV426-ra, és ő kapcsolta be a vészjelzést. És majd jön egy Alien 5, ami az Alien 4 után játszódik. Nem az eredendő bűn történeteitől elné fel, nem. Ahol David lesz a főgonosz, és jön az Alien hadseregével elpusztítani a Földet. Jó, hát persze, Ridley Scott azt mondta, nincsenek predátorok, aztán Fire and Stone rábólintott, hogy a Scanon a Prometheus-szal, most meg itt az Alien Covenant. Hát. Igen, még én arra emlékszek, a Covenant-et azt úgy reklámozta, hogy elmegyünk a idegenek. Ja nem, abban nem is hazudott, hogy az lesz az idegennek szülő bolygója, mert szerinte tényleg ott jött létre. Nos, Ridley Scott szavába így bíz meg manapság. Ez az ember az utóbbi nem tudom hány évben egyszerűen meghülyült. Ridley Scott meghülyült. Most képzeld el, hogy nem csak a könyv és képregény kiadóknál, de a Foxnál is fogják már a fejüket miatta. De a Fox ugye a Prometheus után úgy volt vele, hogy épít egy kánon vonalat, úgy mint ahogy a Disney csinálta, hogy törölte az eddigi dolgokat, aztán most épít egy összefüggő valamit a Star Warsnál. Aminek nem örülök, de mindegy. És most van ez, Fox is ezt elkezdte, hogy vannak a filmek, és akkor ehhez jönnek canon könyvek, képregények. És van egy filmrendezőjük, aki ezt folyamatosan elbaltázza. És amúgy ő rá nem mondhatják, hogy idióta vagy fiam, ülj le, mert igazából az Alien volt előbb, nem a Predator, ugye? A Alien az 1979-ben jött ki, a Predator 1985-86.
Na szóval ő kezdte el az egész univerzumot lényegében, ő nem mondhatja, hogy hülye vagy, ülj le, takarodj el, fordulj föl, nem mondhatják presztízs kérdés miatt. De jelenleg folyamatosan ő kúrja el az egészet. Beleszól dolgokba, szabb lesz ettől a játék. Azt mondjuk... ACM. Ja, hogy az nem... Ja, igen, ki kéne raknom azt a videót, tényleg. Eme videó mellett lesz még egy vagy két perces kis hülye videó. Nekikezdtem ACM bemutatónak, azt rájöttem, hogy van jobb játék is. Mennyivel élvezetesebb egerekkel bevinni a sajtot az egérjúba, de tényleg. De néztem, már van elég sajtom, hogy vegyék az egerembe például gázmaszkot. Még valami mi? Mi legyen majd a következő adásunknak a témája? Hát reméljük, Nautikát is be tudjuk rángatni. Még mindig megcsinálhatjuk azt, hogy a Predator fajról beszélgettünk, az idegen fajról. Ne, vajon? Gyerekek, ott van Iminek a wikiája, olvassátok el. Hogyha Canon szempontjából összefüggőbbet akartok, ott van az AVP-val FLPG-nek a wikiája. Fegyverfa kész van? Amit egy az egy... Azt a wikiás dolgot egy az egyben lemásoltad tőlem is. Nem egy az egyben. Nem egy az egybe. Abból van kérem szépen az Alien adatbázisból, az Alien fúziómból, a te wikiádról, és egy csomó más egyénileg hozzáírt dologból. Például tudtom, hogy sehol nincs leírva az, hogy az arctámadók hogy tudnak lufiképpen lebegni. Miért még mindenki hülyének nézne, mi a neve? Aliens DNS háború. Abban van benne, hogy föl tudják magukat fújni különböző gázokkal, amik miatt könnyebbek lesznek, mint a levegő is lebegnek. És a falkukkal hajtják magukat. Elég nagy hülyeség, de hát... Hogy a Ridley megcsinálná ezt? Képzeld el, hogy ebből milyen jelentet lehetne csinálni. Elvújja az emberke a lufit, és hogy anyuka megveszi a gyerekének, és akkor a lufiáus megfogja a lufinak a madzagját, ami igazából most az arctámadónak a farka, és azt úgy odahúzza a gyereknek. És az arctámadó azzal lendülettel rácsap a gyerek arcába. Vagy képzeld el, tengerészgyalogos vagy kint a sivatagba, hú de meleg van, egy jaj de jó lenne egy kis árnyék, ha végül árnyék felnézze, és egy felhőnnyi arctámadó. Komolyan fordítva szólt, hogy mindenki értse, a könyvben az volt leírva, hogy az arctámadó felszívt magát levegővel és elkezdett lebegni, felemelkedett a levegőbe. Az ilyen szempontból hülyeség, hogy azonnal nem tudja magát felszívni, de tudjuk, hogy ki tudják választani a megfelelő gázokat a gazdatestnek, amit éppen megfertőznek. És ugye a két oldalukon az ott két léghólyag elméletileg. Tehát elvileg azt meg tudják csinálni, hogy mondjuk a környezetükből teleszívják magukat hidrogénnel. És hogyha elég hidrogént tudnak felszívni, akkor hát lebegni fognak tényleg. Tehát elvileg nem hülyeség, lehetséges, de attól még kegyetlen nagy fasság. A következő videóban majd szerintem megcsinálhatjuk az okkultizmust az AVP világában. Ó, jönnek a szellemek, démonok, meg a tömjénfüst, meg a csápos, milyen hentai lények a negyedik dimenzióból. Ilyen Xerxész. De megmutatok mindenkit, emberek nem tudnak tűzlabdákat dobálni, se a predátorok. Senki nem tud a gondolatával tárgyakat emelgetni, csak a predátorok tudják irányítani a vállövegüket, és dobál, és az eldobott diszket azzal is tudják irányítani. Ez van leírva az Extinction-ben, nem? Igen, hogy mentális úton tudják irányítani az eldobott... Ja, hogy ez benne van a Canonba is. Ez annól még Rajkovnak volt az elmélet az ő predátor adatbázisán. Tessék? Rajkov. Rikov. Végtől is úgy van leírva, igazadó. Nos, akkor szerintem ennyi is volt a podcastünk. Remélem sikerül összevágni. Remélem a minőség nem lesz olyan rossz, mint az elsői, hanem a második szintjén lesz. Mármint nem lesz olyan rossz a minőség, mint a nulladiké, és az első szintjén lesz, így ez a... Hülyeség volt ez a nulladik. A te ötleted volt. Nem tudod bizonyítani. Imi ötlete volt. Egyezzünk meg abba, hogy Ridley Scott ötlete volt, őt kell utálni. Az azért kemény lenne, hogyha Ridley Scott így hallgatná az adásunkat.
Na szóval, én VB voltam. Én meg Imre. Sziasztok!